tanévnyitó, elkezdődött a 2023-24-es tanév. Tűzgyújtási tilalom, fokozott figyelmet kérnek a lakosság részéről. Minelli a Vidoron, világsztár a Kossuth téri nagy színpadon. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Elkezdődött a 2023-24-es tanév, a diákok 179 napot ülnek majd az iskolapadban a következő hónapokban. A nyíregyházi Túróci Zoltán két tanítási nyelvű általános iskolában új intézményvezetővel indult az év. Az évkezdéshez minden biztosított, így például pedagógus hiánnyal sem küzd az intézmény. Ismét diákoktól hangosak az iskolák, szeptember 1-én reggel 8 órakor újra becsengettek. A legkisebbek még szüleikkel együtt érkeztek az első tanítási napra. Itt a Túróci Zoltán evangélikus óvoda és magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolában körülbelül 500 diák kezdi meg a 2023-24-es tanévet. Két első osztály indult, a magyar-angol két tanítási nyelvű 26 fővel, a matematika tagozatos pedig 25 fővel. Ezek kényelmes létszámok a gyerekek és a pedagógusok számára is. A tanév kezdés gördülékeny az iskolában. Ebben a tanévben sikerült úgy indulnunk, hogy teljes létszámmal indulunk, minden pedagógus helyet fel tudtunk tölteni, annak ellenére, hogy az óráikat 26-ról 24 órára kellett csökkenteni, úgyhogy minden óra ellátott lesz, és mindenhol szakképzett pedagógusok fognak dolgozni. A gyerekeknek szeptember 1-én osztályfőnöki órákat tartottak, ahol megkapták a könyveket is. A tényleges oktatás majd hétfőn kezdődik. Gyülekező a második óra után majd átsétáltak a tanév nyitó istentiszteletre. Ági nénével indulnak át a templomba. Akik a nyakkendőkötésben részt vesznek, azokat hadd nézzem meg. A keresztény nevelés nagyon fontos az intézmény számára, így például hittanórákat tartanak erkölcstan helyett. A 2023-24-es új tanév azért is jelentős az iskola életében, mert új vezető irányítja ezentúl az intézményt. Elsődleges célom a keresztény értékrend, és természetesen a színvonalas oktatásnak a megtartása és továbbfejlesztése. Az intézmény infrastruktúrájának a fejlesztése is, ez mindig egy nagyon fontos szerep volt. Egyébként a Luther Márton Evangélikus Kollégiumból érkeztem ide a Túróciba, és ott 8 éven keresztül voltam intézményvezető. Bár az új tanév pénteken elkezdődött, nem is kell olyan sokat várni a gyerekeknek az első pihenésre. Október 28-án kezdődik majd az őszi szünet. Az idei tanévben országszerte mintegy 716 ezer tanuló, köztük csaknem 94 ezer első évfolyamos kezdte meg tanulmányait az általános iskolákban, 242 ezeren pedig a középiskolák küszöbét lépték át. Újra sajtótájékoztatót tartott Nyíregyházán Bakos Bernadett, az LMP országgyűlési képviselője, aki a július végén bejelentett akkumulátorgyár kapcsán emlékeztetett, kérdésekkel fordult a témában Nyíregyháza országgyűlési képviselőihez és a város polgármesteréhez, ám tájékoztatása szerint ezekre nem kapott választ. Bakos Bernadett felidézte, az ellenzéki frakció még testületi ülést is kezdeményezett, amit zárt ülésként hirdettek meg, ráadásul nem szavazták meg a napi rendi pontot. A sajtótájékoztatón Pápai László, az LMP vármegyei elnöke hozzátette, látják, hogy a következő szeptemberi közgyűlésre meghirdette a polgármester a témában a tájékoztatót, viszont újra zárt ülésként. Mint mondta, ők a környezetvédelmi kérdésekre kíváncsiak a téma kapcsán. Augusztus 24-től térségünkben is érvénybe lépett a tűzgyújtási tilalom. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a nyíregyházi kirendeltség területén ebben az évben a korábbiakhoz képest kevesebb esetben kellett beavatkozniuk a szerveknek, de a lakosság fokozott figyelmét kérik a következő kritikus hónapokra. A tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén az erdőgazdálkodásért felelős miniszter fokozott tűzveszély időszakot állapíthat meg és hirdethet ki egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével. Tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe térségünkben is augusztus 24-től.
Szabadtéri tüzesetek szempontjából egy igen veszélyes időszakhoz értünk. Ugye a száraz, csapadékmentes időszaknak köszönhetően az erdő kavarrétegei és tűrrétegei jelentősen kiszáradtak, ezért országos tűzoltási tilalmat rendeltek el. Amely azt jelenti, hogy erdőkben, fásításokban, tűzrakóhelyeken, avar területeken, közút mellett, vasút mellett ezek 200 méteres közvetében tilos tüzet rakni, tüzet gyújtani. Belterületen pedig az önkormányzati rendeletek szabályozzák. Nyíregyházán tilos abszolút a jelenlegi jogi szabályozás szerint égetés, tűzgyújtás, kerti hulladék égetése. Nyilván van biohulladék szállítás. Vannak olyan önkormányzatok, ahol engedélyezett a kerti hulladék elégetése, Nyíregyházán ez nem, és ez tűzbírsággal sújtható. 10 000 és 1 millió forint közötti tűzgyújtási bírság szabható ki arra, aki tevékenységével tüzet okozott. A nyíregyházi kirendeltség területén ebben az évben a korábbiakhoz képest kevesebb esetben kellett beavatkozniuk a katasztrófavédelmi szerveknek, de a lakosság fokozott figyelmét kérik a következő kritikus hónapokra. Jelenlegi időszakban ebben az évben 133 esetben avatkoztak be a tűzoltók a nyíregyházi kirendeltség területén. Ez harmadával kevesebb a tavalyi évhez képest. Egy esősebb tavaszi időszak után vagyunk, de ez is egy jelentős szám a beavatkozások szempontjából. Az őszi időszak jelent nagyobb kihívást, tehát szabadtéri tüzek szempontjából két fontos tényező van. Ugye télután a kertekben a zöldelés megkezdése előtt, illetve most a hőséget követően az őszi időszakban. Az elmúlt időszakban számos olyan jelzés érkezett, és számos olyan vonulás történt a tűzoltóságunk részéről, ahol jeleztek égetést, látnak valamit füstölni, alapvetően az állampolgári kötelesség. Mégis fontos lenne, hogy meggyőződjenek az állampolgárok, a civilek, hogy valóban tűzeset van, tehát valóban égetés történik, ugyanis továbbra is lehet otthon bográcsolni, lehet grillezni, tehát otthon kialakított tűzrakó helyen továbbra is lehet sütögetni, főzögetni, nyilván a megfelelő előkészületekkel, időjárási viszonyok figyelembevételével, illetve tűzoltóeszközök, lapát, slag előkészítésével. Tehát fontos odafigyelni, hogy csak akkor adjunk jelzést, ha meggyőződtünk ezekről az esetekről, hogy valósak. A tűzgyújtási tilalom megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és hold biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdőtűz.hu és a www.katasztrófavédelem.hu honlapokon elhelyezett térkép segítségével tájékozódhat a lakosság. Szeptember 3-án véget ér a főszezoni időszak, megváltozik az ország egyik legnagyobb és leglátványosabb zenélő szökőkutyának menetrendje az Aquarius élményfürdő előtt. A tervek szerint október 29-éig, hétfőtől csütörtökig, délután 1 és este 8 órakor, péntektől vasárnapig pedig 11 órától este 9 óráig tekinthető meg a zenei játék. Szeptember 3-áig fogadja teljes kapacitással a vendégeket a nyíregyházi parkfürdő. A szezon végezetével szeptember 4-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető, illetve szeptember 10-ig a parkfürdő területén található családi medence, az 50 méteres versenymedence, valamint a mellette található TAM medence továbbra is üzemel majd. A túlfürdő pedig szeptember 13-áig, szerdáig fogadja a fürdőzőket. Egy világsztár Minelli adott koncertet szerdán este a Kossuth téren. A közönség olyan ismert slágereket hallhatott élőben, mint a Rampampam vagy a Memories. Az énekes idén már koncertezett többek között Olaszországban, Litvániában, Észtországban és Romániában. Magyarországon is többször megfordult már. A kedvezőtlen időjárási viszonyok sem tartották vissza a közönséget szerdán este, mikor a román származású világsztár Minelli lépett a Vidor Fesztivál nagy színpadára. Videóklipjeiben gyakran elegáns öltözetben látjuk, de elmondása szerint sokkal jobban kedveli a kényelmes viseleteket, saját maga választja a fellépő ruháit. Actually on the stage, I'm not with the heels.
A színpadon sosem viselek magas sarkut, nem tudok benne annyira szabadon mozogni. Ott akarok lenni a színpad minden szegletén, ma is láthatta a közönség, hogy közel szeretnék lenni hozzájuk. Szeretném magam kényelmesen érezni a színpadon, a videoklipekben más, ott van stylistom. Mondta Minelli. A koncerten számos dalát elénekelte, úgy, mint a 2021-es Rampampamot, mely több országban is sláger lett, így Bulgáriában, Csehországban, Magyarországon, a Független Államok közösségében, Litvániában és Lengyelországban. It's kind of hard to choose, you know, because I write all of them. Nehéz kedvenc dalt választanom, mivel az összeset én írom. Mind olyan számomra, mintha a kisgyermekem lenne. Nem tudok választani, mondta az énekes. Minelli idén már koncertezett többek között Olaszországban, Litvániában, Észtországban és Romániában. Magyarországon többször megfordult. A nyíregyházi koncertje végén üzent a Vidor közönségének. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek a koncertemre. Ott voltatok még az esőben is, remélem tetszett nektek. A Vidámság és Derű országos seregszemléje az utolsó szombati napon is színes programokkal vár. A színházi versenyprogram részeként a Csokonai Nemzeti Színház a Balfácánt vacsorára című előadást hozza el Nyíregyházára, a Hadszín Teátrum játékában pedig a meg se kínálta kocsma áriát láthatja a közönség. Sor kerül a 9. nyírségi Limerick bajnokság döntőjére is, a Szindvádban Hegedűsdé Géza 70. születésnapi koncertjén vehetnek részt az érdeklődők, a Timpex arénában pedig a Nemzeti Lovasszínház Herkules musicalje lesz látható. A Kossuth téri nagy színpadon a Belga ad koncertet este 8 órától. A búzatéri piaccsarnokban bőséges kínálattal várják a vásárlókat, legyen szó gyümölcsökről, zöldségekről, sajtokról vagy húsokról. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Összeütközött két autó csütörtökön a Bocskai utcán, a Kálmán utcai kereszteződésben. Az egyik jármű egyenesen haladt, a másik pedig éppen megfordult. Egy személyt a baleset után a mentő kórházba szállítottak, mindkét jármű sérült, csak trélerrel tudták elszállítani az autókat. Ráfutásos baleset történt csütörtökön a Kosbor utcán, a balesetben senki sem sérült meg, az anyagi kár azonban jelentős. Két személygépkocsi ütközött össze Nyíregyházán a Kossuth utca és a Bai Ádám körút kereszteződésében csütörtök este. Az ütközés következtében az egyik jármű felborult. A mentők a baleset után két szemét kórházba szállítottak. A helyszínelés idejére több forgalmi sávot is le kellett zárni. A városhivatásos tűzoltói nagy erőkkel vonultak a balesethez, mivel az autók akadályozták a kereszteződésben a forgalmat. Megváltozott az északi temető nyitvatartás ideje. Szeptember 1-től reggel 7 és 19 óra között várják a látogatókat. Három autó is összeütközött egy ráfutásos balesetben pénteken. A felek a rendőrség közreműködését kérték. A helyszínelés idején jelentős fennakadás alakult ki az útszakaszon. A búzatéri piaccsarnokban bőséges kínálattal várják a vásárlókat, legyen szó gyümölcsökről, zöldségekről, sajtokról vagy húsokról. Manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a mangalicából készült hústermékek, a nyíregyházi piacon pedig bátran válogathatunk, hiszen a standokon van mangalica zsír érlelt sonka, füstölt szalonna, tepertő, kolbász és szalámifélék széles választéka. Sokféle legenda övezi a mangalica húst, és ez nem is csoda, hiszen finom és tápértéke miatt is érdemes minél gyakrabban fogyasztani. A nyíregyházi búzatéri piaccsarnokban is bőségesen válogathatunk a kínálatból. A szalonnától a feldolgozott termékekig mindenféle mangalica hústermék megtalálható. Vannak különböző húsok, comb, karaj, combdió, lapockák, vannak tepertőféleségek, kész tepertőkrémek, fokhagymás, natúr és enyhén csipős kivitelbe, kolbász pedig 4-5 fajta van, amit végeredményben mindent otthon készítünk el, csak a különböző eljárással készülnek a kolbászok, amit végeredményben saját magunk kísérleteztünk ki.
A magas zsírtartalom miatt a mangalicából előállított szárított sertés termékek hosszú ideig tárolhatók a kamrákban, lehetővé téve az íz aromájának elmélyítését a nedvesség elvesztése nélkül. A mangalica sonka pedig számos tápértékkel bír. Magas minőségű fehérjében gazdag élelmiszer, melyet szervezetünk könnyen megemészt, és ezen kívül nagy mennyiségű B-vitamint, vasat és cinket tartalmaz, melyek nélkülözhetetlenek szervezetünk számára. Mivel kiválóan emészthető táplálék, az egészséges és kiegyensúlyozott étrend részeként kiemelten ajánlott. A Kocsis Tanya benyomása pedig az, hogy már a nyíregyházi vásárlók körében is egyre népszerűbb. Én úgy veszem észre, hogy egyre több vásárló van, aki keresi ezeket a termékeket. Persze megpróbálom azt is, hogy mentően jobban bizonyítani, hogy a mangalica miért jobb. Vagy akiben egy kicsit van egy kis szorongás, akkor azt mondom, hogy ki jöjjön ki a telepre, és akkor meglátja, hogy hogy készülnek a termékek, megnézheti a tárolóval, egyértelműen hozzá nem nyúlhat semmihez, ehhez külön felöltöztetem, de betekintést nyerhet a mangalica termékek feldolgozásába, és meg is lehet tekinteni, nem 5 méterről, de megtekinteti a jószágállományt is. Szerintem, ha ebben mindenki így foglalkozna, akkor teljesen más körkép alakulna ki a termelőkről és a tenyésztőkről, meg az értékesítőkről. Kobzos István azt is elárulta, a személyes kedvence a mangalicából készült paprikás szalámi. Ezt a hústerméket előszeretettel ajánlja a piacra érkezőknek is. Érdemes tehát étrendünk részévé tenni a mangalicát, hiszen segíti a koleszterin szint helyreállítását és szabályozását, omega-3 zsírsavakban és természetes antioxidánsokban gazdag, ebből kifolyólag pedig egészségesebb, mint az intenzív gazdálkodásban tenyésztett fehér sertésfajták zsírja, és a szív egészségére is jó hatással van. A Budafokot fogadja a hétvégén a labdarúgó MB2-ben a Nyíregyháza Spartacus. A Spari még veretlen az idei idényben, és szeretne az maradni a vasárnapi meccs után is. A Magyar Kupában a Tiszaújváros lesz a Nyíregyháza ellenfele. Már csak 2 csapat veretlen az idei bajnokságban a labdarúgó Merkantil Bank ligában, az egyik a Nyíregyháza Spartacus. A 7. fordulóban az a Budafok lesz az ellenfél, mely szintén jól kezdte a szezont, és 13 pontjával a második helyen áll, 1 ponttal gyűjtöttek többet a Sparinál. Azaz nyírségi siker esetén megelőzheti a BMT-t a Spartacus vasárnap. Mindig a következő mérkőzésre készülünk, most minden igyekszálunkkal ugye a Budafok ellen próbálunk felkészülni a lehető legjobban, és nyilván hazai pályán nagyon szeretném, hogyha tovább tudnánk tartani ezt a veretlenséget, és mind a 3 pontot szeretnénk itthon tartani. Ezt tudjuk, hogy nem lesz könnyű, mert tényleg a Budafok nem véletlen szerepelt így, vagy nyitotta így a szezont. Fiatal edzővel, ambiciózus csapata van az Erős Gábornak, és azt gondolom, hogy nem lesz könnyű feladat, de úgy, hogy eddig is bízom benne, hogy most is meg fogjuk tudni oldani a feladatunkat. A budafokiak legyőzték a Vasast, az Ajkát, a BVSC-t és a Csákvárt, döntetlent játszottak a Gyirmóttal, és a legutóbbi fordulóban a Kozár Mislenytől kaptak ki először. Több nyíregyházi kötődésű labdarúgójuk van. Orosz István, Vasvári Zoltán és Nagy Gergő is a Spariban nevelkedett. Szerető Krisztofer pedig utóbbihoz hasonlóan nyáron igazolt a BMT-éhez. A mieinknél Nagy Dominik a legutóbbi meccsen is eredményes volt, és győzelmet vár vasárnap is. Ez a hét most arról fog szólni, hogy felkészüljünk minél jobban, illetve a sérültjeink minél hamarabb vissza tudjanak jönni, hiszen a hétvégén ugye Novák Csanád is sajnos megsérült, aki nagy veszteség lesz számunkra, de mint a cseréink megmutatták, ugye Mike Ramos is nagyon jó átbe is sikerült gólt rúgnia, úgyhogy a keretre lehet számítani bármikor. Természetesen hazai pályán szeretnénk megőrizni a veretlenségünket, és nyilván a legjobb az lenne, ha 3 ponton tudnánk szerezni, de ez az kell, hogy azt az alázatos, fegyelmezett munkát végezzük el, amit elkezdtünk a bajnokság elején. A héten eldőlt, hogy szeptember 17-én a Tiszaújváros ellen játszik a Spari a MOL Magyar Kupában. A 3. forduló párharca 1 mérkőzésen dől el. A vasárnapi Nyíregyháza Spartacus Budafok mérkőzést Balmazújvárosban rendezik 16 órától. Híradónk végén nézzük főbb híreinket. Még egyszer, röviden. Elkezdődött a 2023-24-es tanév. A diákok 179 napot ülnek majd az iskolapadban a következő hónapokban.
A nyíregyházi Túróci Zoltán két tanítási nyelvű általános iskolában új intézményvezetővel indult az év. Az évkezdéshez minden biztosított, így például pedagógus hiánnyal sem küzd az intézmény. Augusztus 24-től térségünkben is érvénybe lépett a tűzgyújtási tilalom. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a nyíregyházi kirendeltség területén ebben az évben a korábbiakhoz képest kevesebb esetben kellett beavatkozniuk a szerveknek, de a lakosság fokozott figyelmét kérik a következő kritikus hónapokra. Egy világsztár Minelli adott koncertet szerdán este a Kossuth téren. A közönség olyan ismert slágereket hallhatott élőben, mint a Rampampam vagy a Memories. Az énekes idén már koncertezett többek között Olaszországban, Litvániában, Észtországban és Romániában. Magyarországon is többször megfordult már. A nyíregyházi televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!